Óriási érdeklődés Tehetház mellett rendezik hétvégén a Magyar Labdarúgó Bajnokság tradicionális csúcs találkozóját, a Ferencváros Újpest derbit, amely szerényebb jelennel bír, de presztízse a hangulat miatt változatlan. A Fradi ligakupás botlásán az Utte edzőbuktató veresége sötétebb előjel, de nem feltétlenül számít mindez, mert nos, azt két korábbi résztvevő, Vukovics László és Sebők Vilmos, egykori válogatott labdarúgók már is elmesélik. Sziasztok! Mármint, hogy miért nem számít ez? Mert hogy elvileg, ez is már sokszor elhangzott, hogy bármilyen eredményt hozhat ez a két csapat egymáson a derbire, nem biztos, hogy azt kell nézegetni. Természetesen azért egyértelmű, hogy az előjelek a Ferencváros mellett szólnak, hiszen a múlt heti megalázó vereség az Újpest részéről gondolom, hogy lélektanilag és önbizalom ügyében eléggé rosszul érintett az Újpestet. Ferencváros ugye behúzta a múlt heti mérkőzését, mondhatjuk, hogy simán idegenbe, úgyhogy az előjelek a Ferencváros mellett szólnak, de ami egyértelmű egy ilyen rangadó előtt, meg egy ilyen rangadó, az arról szól, hogy el kell felejteni, hogy mi történt a múlt héten, meg az elmúlt napokban, úgyhogy egy ilyen rangadó arról szól, hogy egy nagyon szoros meccs lesz, és szerintem egy nagyon-nagyon szoros csatában 3-0 nyer az Újpest. Szoros csatában. Na, Laci. Hát szerintem sem a táblázaton elfoglalt helyezés alapján fog eldőlni ez a mérkőzés. Én bízom a Fradi sikerben, mert a Fradi... Ricardo Moniz tombolt a Liga Kupa után, az látszik. Tehát ő egy pillanatig nem akarja, hogy... Igen, engem meg is lepett, hogy a úgymond tervezett kezdőcsapatot küldte pályára. Azt hittem, hogy pihentetni fogja a fiúkat, de hát ő abban hisz, hogy edzés, mérkőzés. És a támadó futball híve, ami nagyon jót tesz szerintem a magyar futballnak is, a Ferencvárosnak is, és ugye most is nyilatkozta, hogy többet kell rúgni, mint az ellenfél, mert védekezni nem tudunk, hogy támadni kell. És ezért nagyon látványos mérkőzést várok. Egy szoros 3-0-al a Fradi javára. Én szerintem sok gól fog esni a mérkőzésen, és ferencvárosi győzelmet várok. Most itt a Sport 24-ben közben Bánki Dodó meg Fehér Csaba emlékeztek, ott még simán dózsáztak, tehát, de az ez nem kopik ki, nem? Tehát az, hogy Fradi Dózsa. Hát igen, ez megmaradt régről. Hát én úgy gondolom, hogy amit a Laci is mondott, hogy támadó futball várható a mérkőzésen, én úgy gondolom, hogy egy tényleg jó mérkőzés lesz, és én nagyon bízom abban, hogy az Újpest túlteszi magát ezen a ominózus mérkőzésen, és az utána történteken ugye az amellett sem mehetünk el szó mellett, edző. Gondolom. Az edző is, és ugye a szurkolóknak a megnyilvánulása, ami hát biztos, hogy nem volt egy kellemes dolog, úgyhogy ezen biztos, hogy túlteszik magukat a fiúk, hát rukkolunk nekik mindenképpen. Na most, ti egymás ellen, meg együtt is játszottatok derbin, nem? Vagy csak egymás ellen? Nem, vagy csak egymás nem, mellett? Hát egymás, minden formában. Minden verzió volt. Igen, mert ugye Laci, te mindkét csapatban játszotta. Igen. Na, hogy volt ez? Egymás ellen, nézzük ezt. Hát egymás ellen nem, akkor még a Vili fiatal volt, egymás ellen nem játszottunk. Hát akkor igen, megették be a pályára. Akkor még igen, labdát szedett. Szerintem utána nem játszottunk egymás ellen? Nem. Hát nem emlékszem, akkor biztos nagyot nem alkotottak mellettem, mert nem emlékszem, hogy gólt fogott volna. Hát 94 után került, 94-be kerültem hát Újpestre, te után kerültél be az Újpestbe, tehát egymás ellen nem játszottunk, egymás csapattársaiként játszottunk. Tehát Újpesten együtt voltatok. Igen. Hát az neked mondjuk olyan különleges lehetett. Hát nem volt egy kellemes élmény, mert ugye két hónappal azelőtt igazoltam át Újpestre, hát túl friss volt az élmény, és ugye 3-0-ra nyertünk az Üllői úton, ebből két gólt én szereztem akkor, és hát gólöröm az nem nagyon volt, mert ugye még minden oda kötött a Ferencvároshoz, hát egy nagyon furcsa érzés volt. Hát ilyenkor akkor vattába csomagoltátok, vagy piszkáltátok miattok? Hát kapott, de hát ez volt a kötelessége neki, úgyhogy ugye örülök neki nagyon, hogy följött ez a téma. Hát igen, de engem tényleg minden a Ferencvároshoz költ, hát én ott nőttem föl, abszolút ferencvárosi maradtam végleg, csak hát a profi futballista ott játszik, ahol kell. Hát jó, hát ezeket ismerjük, hát most is látunk ilyet, majdnem elsírja magát az kedvenc csapatából eligazolt játékos csatár, hát nincs más. De visszatérve a rangadó azon részére, hogy a Ferencvárosban rengeteg a külföldi játékos, nem tudom, hogy mennyire tudják átvenni ezt a hangulatot, mert mesterségesen szítva van ez az egész. Tehát saját nevelés igazán a Gyömbér, a Schwab, aki ott nevelkedett, hogy én attól félek, hogy nehogy átcsapjon túlzott agresszivitásba ez az egész, mert nagyon mesterségesen, nagyon szítva van ez ugye a szurkolók által, ugye készül mind a két tábor,
Én azt szeretném, ha nem lenne balhé, és a futballról szólna. Annak idején is, Vivi, ez így jellemző volt? Tehát, hogy ez a felszított hangulat? Hogy ölni tudott a két csapat? Hát én azt nem mondanám, hogy a két csapat, inkább maradjunk annál, hogy a szurkolók inkább. Én úgy gondolom, hogy mi persze a 90 percben elfejtettük a barátságot, mert azért mi jobban vagyunk, meg sok fradi futballistával én is jobban vagyok, úgyhogy úgy gondolom, arra 90 percre elfelejtettük a barátságot, de utána meg ugyanúgy ment tovább az élet, úgyhogy azért ez inkább a szurkolókra jellemző, úgy gondolom. Ha megnézzük most, maradjunk az Újpestnél. Van-e ennek az újpesti társaságnak olyan erőssége, amire joggal számíthat, amit bevethet ezen a mérkőzésen, ha el tudják felejteni ezt a rettenetes zakót? Hát szerintem az Újpestnek a kerete közel sem ilyen gyenge, mint ez a mérkőzésből kijött, a Paks mérkőzésből. Hát a pontrugások az mindenképp egy nagy fegyver, ugye a Kabát Peti remekül rúgja. Azért minden poszton van nekik, hát egy Vasiljevic szerintem a Fradiba is kezdőjátékos lenne, sőt, négy embert még a Fradi kezdőcsapatába is el tudnék képzelni az Újpestből. De én szerintem azt fogja eldönteni, hogy mennyire szarják össze magukat, így fogalmazok futballnyelven a Fradi pályán az újpestiek, mert ha Betó telegatyával mennek ki, akkor kikapnak nagyon. Ha meg mernek futballozni, akkor lehet egy nagyon szoros mérkőzés. Hát mondjuk ehhez képest igen, az brutális lesz a nézőszám, tehát az már réget láttunk ilyet magyar pályán. Hát ez így van rendjén. Gatyesztele szokott lenni ilyenkor, Vili? Tessék? Gatyesztele szokott lenni? Hát én nekem nem volt tele soha, úgyhogy rúgtam én gólt oda a Fradi táborhoz, tehát 11-est, úgyhogy örültek nekem nagyon. Hogy? Talán nem volt? Volt ilyen is, persze, ez belefér meg, én úgy gondolom. Én nem hiszem, hogy ez... Akkor szépítettetek akkor, vagy mi volt? Nem, ott nyertünk bajnokságot. Tényleg? Aha, igen. Nem emlékszel? Ja, nem játszottál. Akkor már nem. Jó, mindegy. A lényeg az, hogy nem hiszem, hogy ez megbénítaná a játékosokat, hiszen azért szerintem éppen, hogy ez az, ami inspiráló lehet egy futballistának, mert ugye Magyarországon azért nincs hozzászokva ahhoz, hogy ennyi néző van, és egy ilyen mérkőzés szerintem mindenképpen önbizalmat, erőt ad, és engem legalábbis mindig feldobott az, hogyha például az Üllői úton tudtam játszani egy teltházas meccset, és gól tudtam rúgni a Fradinak, úgyhogy ez egy nagy élmény. Ne felejtjük el, hogy ez olyan nagyon régen nem volt, de akkor azért még az ilyen teltházas meccs gyakori volt, mint ma. Hát sokkal. Sokkal? Sokkal. Tehát ezek a nézőszámok, ezek... amire most így itt nézünk, az azért belebírt férni egy évbe többször is. Igen, meg hát akkor több néző fért be, hát akkor 25 ezer néző fért be, és akkor ilyen meccsekre megtelt az is. Ti most már, ugye ez egy búcsú mérkőzés ettől a stadiontól, de most már ugye hallottuk azt, hogy egy kicsit azért halasztódik ez a bontás, de ti most már elhiszitek? Biztosak vagytok benne, hogy lesz új Fradi stadion? Hát, a magyar ember bír kétkedni? Hát ha majd áll a stadion, akkor elhiszük, hogy már itt van. Addig még az ember nem tud nyilatkozni, nem látunk a kulisszák mögé, hát bízunk benne, hogy lesz. Hát Újpestinek könnyű, van szép stadion. Van szép. Hát azért Fradi is megérdemli most már tényleg, hogy legyen egy szép stadionja, úgyhogy drukkolok nekik. Ha már Laci szóba hoztad ezt, hogy vajon az idegen légiósokat föl lehet-e pörgetni egy ilyen derbire, akkor azért az alapvető kérdés, hogy mikor lesznek, és szerintetek mikor lesznek látva akár mindkét klubnál, a kicsit lemaradozott utánpótlás nevelést, hogy mikor lesznek újra olyan évek, amikor ezek a gyökerek, ezek már mondjuk többségben vannak, a gyökerekkel rendelkező játékosok, kezdőcsapat, amikor 5-6 fradista, meg valódi újpesti van, 8-10 is egy kezdőcsapat. Hát nagyon jó kérdés, hát szeretnénk, ha ez lenne, csak ugye nyilatkozzák a vezetők, hogy a magyar játékosok valamilyen, nem tudom, drágábbak, mint a külföldiek. Itt szintén nem látunk a kulisszák mögé, de ha sokan mondják, akkor nyilván így van. Ugye elindultak az akadémiák, elindultak az utánpótlás képzőprogramok. Nagyon bízom benne, hogy ebből most már ki fog jönni egy olyan generáció, hogy nem egy-két játékos, hanem tényleg, mint például az MTK-nak volt az a korosztálya, a Kantaféle, amikor berobbantak, hogy egyszerre 6-8 játékos, aki tényleg minőségi futballista, ilyenből kéne több. Hát beszélünk róla, remélem, hogy most már a magyar futballban ebben rengeteg TAO-s pénzek beáramlásával meg is fog indulni az, hogy az utánpótlás képzés egy olyan szintre fog fejlődni, hogy nem csak beszéd lesz, hanem ténylegesen kijönnek olyan tehetségek, akik az NB1-ben meghatározó játékosok tudnak lenni. Szerinted, Vili? Hát én is így gondolom, tehát ugye nagy tervekkel indítottuk ezeket az akadémiákat, amik jól is működnek, úgy gondolom, és én azt érzem, hogy a maga bajnokság színvonal is fejlődött,
hogy ezáltal vagy nem ezáltal, de azért most már egyre többen épülnek be azért fiatalok a csapatokba, de kevés. Tehát én is azt mondom, hogy azért túl sok a külföldi. A minőségi külföldiekkel nincs semmi gond, de vannak még mindig azért olyan külföldi játékosok, akik nem emelik. Bocsánat, elveszik a helyet a 19 évesek. Elveszik a helyet a fiatalok elől, és hát nem emelik a bajnokság nívóját, színvonalát. Úgyhogy én is kíváncsian várom, hogy gondolom, hogy azért még el kell telni egy kis időnek, hogy ezek a fiatalok, akik ugye elkezdtek nevelődni ezekben az akadémiákon, előbb-utóbb oda fognak kerülni, és akkor mondjuk nem 2-3 fiatal fog játszani, hanem 5-6. Hát és én ráadásul... azt mondom, hogy legyen 5-6, és legyen mellette 3-4 külföldi, vagy esetleg idősebb. Én úgy gondolom, hogy ez az arány lenne a jó. Ideig még nem jutottunk el, de én nagyon bízom benne, hogy el fogunk. Meg az MLS-nek van most olyan elképzelése, nem tudom, hogy tudja ezt megvalósítani, hogy a fiatalokat előtérbe helyez, vagy kötelező legyen esetleg játszatni. Hát valamilyen kvóta bevezetése, igen. Igen. Tehát, úgy lesz, hogy melegen támogatod, nem? Hát abszolút, főleg azért, mert erre szüksége van a magyar futballnak, mert megnézzük például a válogatott meccset, amikor az U19-es korosztály játszott például Telkibe, osztrákok, bulgárok, 5-6 stabil NB1-es játékos, nem csak beugró, hanem stabil, nálunk egy, aki NB2-be játszik, azt hiszem a Klenheiser nevű játékos, az összes többi nincs NB1-es keretbe. Uh-huh. Tehát ez óriási különbség ilyen szinten, és olyan bajnokságról beszélünk, amik legalább olyanok vagy jobbak, mint a magyar. Urak, a végére értünk, egy zrika és tréfamentes, realista tippet kérek vasárnapra. Hát én már elmondtam. Akkor... Egy szoros, nagyon szoros, fenntartos 3-0. Ebben semmi vicc nincsen ezzel. Én ennél szorosabbat várok, 3-1-es feladi győzelmet. Jó, hát akkor majd megnézzük, hogy kinek jött össze. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És köszönjük.